A Frici Aranka című tévéfilmet a Költészet napja alkalmából adják le a Duna TV-en. A mozis vetítések után április 11-én este a tévében is bemutatják a Karinthy Frigyes viharos házasságáról szóló tévéfilmet, a Frici Arankát. A Bőlkény Balázs és Szakács Hajnalka főszereplésével készült produkciót a Duna TV-en fogják adni este 9:30-kor, olvasható a film Facebook oldalán. A film Vidnyánszky Attila jobboldali színházi szervezetével, a Magyar Teátrumi Társasággal és az annak a tulajdonába került Karinthy Színházzal együttműködésben készült, az alkotásnak Juhász Anna irodalmára kreatív producere. A Sanzon Film Stúdió által gyártott tévéfilmet a Nemzeti Filmintézet is támogatta. További producere Csáki Attila, írója Vajda Anikó, rendezője Tóth Tamás, operatőre Szecsanov Martin, látványtervezője Pallós Nelli. A Frici Aranka főhősei Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Harmos Ilona, Judik Etel és Böhm Aranka. Életüket 1917 és 1938 között követhetjük nyomon a filmben, a történet fókuszába az 1920-ban megismerkedő és házasságot kötő Karinthy és Böhm Aranka viharos élete, házassága és emberi kapcsolatai vannak. Még több kultúra a Facebook oldalunkon, kövessen minket!